Tehát az allergiák azok, gondolom nem mondok senkinek, hogy a gyulladások. A gyulladások, azok nagyon sok okból keletkeznek. És tulajdonképpen egyik a másikat mondja. Ugye itt az allergiák esetén arról van szó, hogy a pollen vagy valamilyen környezetünkről származó méreg, ami lehet akár az autóknak a kipufogó gázairól, vagy a chemtrailről, vagy a földekre kiszórt mérgezőanyagokból. Egyszer csak valamilyen reakciót kiváltanak a szervezetben, és nyilván annál inkább tudják ezt a reakciót kiváltani, minél több forrásból már van egy előzménye, egy gyulladásos előzménye. A gyulladás az egy olyan folyamat, ami kis mennyiségben és határozott keretek között jót tesz a szervezetnek, mert megvédi a szervezetet, megvédi a szervezetet attól, hogy súlyosabb károsodás kialakuljon. Tehát a szervezet védekezése valamilyen sajátságos gyógyító mechanizmusa, azért, hogy a szövet károsodást kivédje, a sejtek fehérjék, szabályozó anyagok szaporodnak, és már a gyulladás helyére kialakul a tűz. Ez egy meleg, fájdalmas, duzzadt terület, és kezdetét veszi a hálózatból betolakodó a károsodó tényezővel. Most a gyulladások azok lokálisak vagy általánosak, ugye van, ami kivált egy ilyen általános reakciót, és akkor mondjuk láz, általános gyengeség alakul ki. A gyógyulás szolgálna mégis a gyulladás maga válhat ugye a problémává, a károsítássá, és különösen, ha elhúzódik és kronikussá válik, akkor nagyon nagy probléma lesz belőle. Normális gyulladásnak van eleje, és van vége, ami nem olyan soká következik be. Hát ugye egy gyulladás típusonként ez különböző. Az immunrendszer előbb-utóbb győz, a csata helye alatt gyógyul, nyom nélkül vagy kisebb megszövettel, az elhúzódó gyulladás azon egyre nagyobb kárt tud okozni, egyre több energiát rabol, és egyre több kóros folyamatot indít be. Tehát az első védekező reakció a betolakodó ellen, ez egy jó folyamat. Az elpusztult sérülések eltávolítása, regenerációjának a kezdete, ez is egy jó folyamat. Viszont a tartós, ismétlődő, kimerítő gyulladás, krónikus betegségek, aztán autoimmun gyulladások és gadalom képződés alapja. De tudjuk, hogy a gadalmatok többnyire gyulladások előzik meg. Gyulladás nem csak a beteg szövetet, hanem az egészségeset is károsítja. És akkor jönnek az allergiák, ami az egyik fajtája ezeknek a gyulladásoknak, például a szénanátha, vagy az aszma, hogy a bőrallergiák, ugye a szem, nyálkahártyájának a gyulladása. Folytatólagos gyulladások olyan anyagokkal szemben, amelyek külső forrásból származnak. Még itt látjuk ezt a... Hát itt látjuk ezt a térképet, ami a különböző pollenoknak a időrendi besorolását mutatja, ugye, hogy a tavaszra kezdődnek a mogyoró, az égek, a nyárfa, nyílfa, a kőrisfa, aztán következik a fűzfa, a platánfa és így tovább, és akkor ősszel jutunk el a parlagfűig, ami a sorban szinte az utolsó, tudjuk, hogy augusztus vége, szeptember, október eleve ez a szezonja a parlagfűnek. Miért alakul ki gyulladás? Hát ennek sok oka van, és mondom még egyszer, ez a allergén, tehát ez a pollen, ez csak az egyik oka. A életmód hibák, táplálkozási hibák, túlsúly, mozgáshiány, aztán a belső személyiségnek a torzulásai, hogy túlságosan kifelé, koncentrál, lefelé nem figyel,
nincs elég pihenés, túlzásban vagyunk a szabadság hiánya, aztán a rossz légzési technika és az antioxidánsoknak a hiánya, ezek tudják befolyásolni. Aztán létrejön a nyugodás a klórozavar miatt is, tehát a bélben lévő baktériumok klórozavar, ahol rothasztó ehesztő baktériumok, gombák, paraziták, vírusok, priomok szabadulnak el. Ugye a mikrobiotáról is már többször beszéltünk, tudjuk, hogy óriási jelentősége van. Igazából a génállománynak a sokszorosát, tehát ugye van 23 ezer génünk, és a baktériumok, amelyek bennünk vannak, annak van 5 millió génje. És ezek a gének, ezek folyamatosan termelnek valami anyagot, ezek folyamatosan felszívódnak, vagy stimulálják, vagy elnyomják az immunrendszer például, létrejött a kolonizációs rezisztencia, vagyis a védekezés, és létrejött annak a károsodása. Létrejött egy olyan állapot, amikor nem megfelelően zár a bélfal, a baktériumok hiánya és átalakulása miatt, és akkor mondjuk itt látják, hogy van olyan, hogy normálisan fedett bélnyálkahártya, meg van ilyen, ahol alig van baktérium, és akkor átjáratodá válik, és éppen ami arra nem sétál, csak az nem ül be a bélkerítésben. Aztán torzulások jönnek létre, ezek leginkább a táplálkozásunkkal tűnnek össze, hogy az emésztő csatornába kerül anyagokkal, állati termékek, gyulladásokból bekerülő anyagok, kémiai anyagok, alkohol, zsírok, fehérjék, stb. Túlmeleg, túlhidegétel, aztán kóros baktériumok, amelyek kifejezetten valamilyen fertőzést okozhatnak. Ide tartozik, hogy például a szalmonella, a Escherichia coli, enterokokkuszok, vagy a candida gomba, és sok más. Kóros esetben ezek ammóniát képeznek, neurotoxikus hatásúak, és akkor ettől gyorsulnak ugye ezek a krónikus idegrendszeri folyamatok, rángások, remegések, demencia, leépülések jönnek létre, és különösen akkor ugye, hogyha a májat is gátolja valami az életmódban. Aztán baktériumok anyagcserőtermékei nagyon sokat tudnak mondani, de mivel nincs sok idő, ezért ezekben részletekben nem megyek bele, hanem inkább tovább haladunk. De vannak károsító kémiai anyagok, és akkor itt szeretném kiemelni, hogy az alkohol, dohány és az esetek mellett a COVID-injekcióknak a méreganyagai. Tudjuk, hogy minden kóros folyamat romlik ettől az injekcióktól, akár melyik típusból tartozik is. És ez azt jelenti, hogy könnyebben kialakul az allergia is, mert nagyobb a gyulladás készség már. És akkor ehhez még hozzájárulhat a chemtrail, amiről majd Kokor és doktorom sokára beszélni fog. Vannak mechanikai sérülések, kialakulhat az autoimmunitás, és akkor mutatom, hogy milyen képeket látok én a mikroszkópos vizsgálataimnál, amit azelőtt nem láttam. Tehát ugye például vannak trombusok, tehát ilyen kis vérrögök, amelyek a egysebb tájlemezben lévő vérben is ki tudnak alakulni, és ilyenek tömegével létrejönnek benne. Ez azt jelenti, hogy felfokozott a véralda vékonysága. Tehát vannak mindenféle ilyen képetek, amelyeket én leginkább grafénnak tudok azonosítani. Különböző szerkezetek alakulnak ki. Többnyire, ha jól sikerül az összeszerelődés, akkor ezek ilyen tubuláris, ilyen csőszerű képződmények, de sokszor valami elhibázott, és akkor ilyen masszák, ilyen tömbök jönnek létre. De ehhez jönnek még azok a gyulladás keltő dolgok is, hogy ugye átjárhatóvá válnak a bélfal, és akkor mindenféle jószágok ugye bekerülnek a bérkeringésbe, tehát ez például a baktérium, aztán vannak ilyen mikroparaziták, amik ott sétálgatunk ugye a vérben, ezeket is látni lehet. Ezek normálisan nem szabadna, hogy a
vérkeringésbe betegenek, vagy például a sejtem belőle bekerülnek, és létrejön egy olyan állapot, ami tulajdonképpen a maláriához hasonló, vagy azzal azonos. Ugye sokszor fölmerül bennem, hogy ugye ezekbe a injekcióba belevették a géneket, különböző korokozókból, tehát a maláriát is belevették. Tehát látjuk, hogy minden sejtben ott vannak a fertőződések, és ott mozognak benne. És ezt egyébként legsikeresebben eddig az én praxisomban tényleg az ivermectinnel lehetett kipusztítani. A gyulladások különböző szervekre érhetnek létre, ugye egyik csak a fején általánk, de a szervezet bármely szervében tudnak súlyosodni. És akkor létrejön a lázfájdalom, oda jutnak a makrofágok, a limfociták, tehát a nyilokrendszer különböző elemei. Aztán molekuláris folyamatok jönnek létre, ami szintén az immunműködést támogatja, de ez egy kimerüléshez vezethet, mert annyira túl van terhelve ezekkel a lüladásokkal a szervezetünk. Kívülről is lehet látni dolgokat, lehet látni aknékat, eczémákat, hajulást, zsíros korpásolyat, töredezés, lüladásokat, száros, bőrszárosságot, szövetszapodulatot, lepedéket, folyási viszkedést, köhögést, gyulladszemet és így tovább. Tehát ezeket az ember tapasztalva kellett el hozzá különösen vizsgálat. Gyakori gálánk a náthás betegség, ugye nagyon sok oldott erőszámban be, hogy adott állandóan beteg vagyok, újra és újra visszaesek. Gyakori idegi fájdalom lehet létre, gyakori felfázás, krónikus ürügyi gyulladás. Egy biztos, az én praxisomban az egy általános tapasztalatom, hogy a gyulladást megtűrni a szervezetben nem szabad. Tehát ha gyulladások vannak, akkor azonnal tenni kell valamit, és a természetes gyógymódokkal nagyon sok mindent lehet tenni. Lehet műszeres vizsgálatokkal is egyébként igazolni, vagy például ultrahangon is különböző hártyák és falak megvastagodnak, vagy folyadékok jönnek létre, amiket általában a röntgenesek, az ultrahangos szonográfusok nem szoktak figyelni, mert nem olyan jellegzetes képződmény, de ezek utalnak a mostani, vagy az előtt tudatásokra. És ugye a beteg ember az szeretné a gyógyulást. Tehát ahhoz először is ugye az allergiát kell felismerni, meg ezt az egész gyulladásos hátteret, hogy mi az, ami előmozdítja az allergiás folyamatot. Ugye a tipikus orvosi gondolkodás az az, hogy csak ha már nagyon előre haladott, és akkor gyógyszerre állítják, és azt élethosszig szedni kell, és súlyos mellékhatásai vannak, majd műteni kell, mert ki kell venni, mondjuk ugye a pajzsmirigy esetén egy tipikus dolog, hogy gyövök vannak, és akkor azt kérdezik bennünk, mert alacsony jelintenzítása, és az hajlamos, az adalatos elkülülés, hogy kiszedik a pajzsmirigyet, holott azok állandó gyulladásról tartanak, és a gyulladásokat kéne megszüntetni, de hát ahhoz a mai medicina sajnos nem ért. Ha mégis prevencióról, tehát megelőzésről van szó, akkor másodlagos prevencióról. Mondván, hogy nem túl késő, szűrésekkel, kolonoszkópiával, vérképpel, mammográfiával és így tovább próbálják követni a folyamatot. Ha hasonlat ehhez az, hogy folyik a csak a konyhában, mindig most volt éppen egy ilyen, ellöpi az egész házat, és folyamatosan csak föltörli, aki utáljára, hogy úgy mondjam, és nem a főcsapot zárja el, hogy megszűnjön a víz ömlése. Tehát a nyugati medicina ugye kvázi a dolgot keresi, de mégis a véletlen művének tekinti ezeket a folyamatokat. Én nem. És aki hasonlóan gondolkodik ebben a paradigmában, az sem. Tehát nincs olyan, hogy véletlenszerűen kialakuló gyulladás. A gyulladás azért jön, mert valamit elrontottunk, valamit másképp kell csinálni, vagy a gondolkodásunkat, vagy az életmódunkat, vagy a kezelésünket. Az ismeretet az evidenciák határolják be. A Guzenbrotnak szoktam mondani, az evidencia vasat medicina.
de az élet alapkérdéseinek nincsenek egy rendszerű. Például milyen helyes táplálkozás, amiben nem betegszem meg? Válasz, meg kell várni, majd a tudomány felfedezi. Amikor felfedezte, akkor még legalább 17 évén át tudják gyakorolni. Szóval mindenki kalkulálhat, hogy akkor várakozik a tudományra, vagy inkább a tradíciókhoz, a tapasztalati indításhoz fordul, mert azzal viszont eredményeket lehet érni a légyósan. Amit esetleg a gyógyszerészek igyekszik elrejteni, mert a saját létet engedhet, hogyha az emberek egészségesebbek ki tudnak várni gyógyszerekkel. A nyári immunitásról tudjuk, hogy ez az egész egy kamu. Van egy csomó nyugodásos előjel, amit nem néznek, hiába nézik a labor, csak pont a legfontosabbakat nem értékelik, az nem csináltatják meg. Jöhetett egy ilyen nyugodásos és kontrolló faktor van, amiből lehet következtetéseket adni. Na, kerülni kell az allergiát. Ugye tudjuk, hogy a pollen az szabad szemlással látható, akkor részecskékből áll, amit a szél akár 400 km távolságú is el tud fújni, és az a légutakban föltapad a nyálkának el, és annak, akinek már ott tart a gyulladás készsége, az hirtelen gyulladásossá válik, és kialakul a szénhálatára. Ezért az allergiát kerülni kell, illetve meg kell próbálni kimosni onnan. Tehát nagyon sok joga, kriya technika van, nézőgyakorlat, van ez az orkancsó, van a NASZKA nevű ajurvédikus kezelés, amivel ki lehet mosni a légutakból ezeket a polleneket, és az elég gyorsan tudja javítani. Ugye a dietetika nagyon fontos, az én elvem az a tehéni étrend, ami leginkább növényi alapú, de mindenkinek a személyiségéhez próbálom igazítani, és annyit hagyom meg a szerintem káros dolgok közül, amennyi az ő felfogására, illetve életminőségére belebír dolgozni, de mindenképpen fáradozni kell, és mindenképpen többet kell tenni, mint amit az ember a kényelméből adóban tudni szeretne, vagy tenni szeretne. Helyek elállítani a gasztroenterális ökológiát, ez azt jelenti, hogy elsősorban prebiotikumokkal, tehát olyan rostokkal, amelyeket a jó baktériumok szeretnek, és a nyálkának ápolásával, másodszorban pedig probiotikumokkal, amelyek képesek kolonizálódni a vérben. A prebiotikumok azért fontosak, mert a baktériumok ezeket eszik. Tehát ez a táplálékuk. Hogyha nem megfelelő rost összetétel van, akkor kipusztulnak, mert nincs nekik megfelelő táplálék. És minden baktérium más rostot szeretel. Általános tanácsként azt tudom mondani, hogy az a jó olyan készítmény, hogy ezt mindenki olyan dolgokat fogyaszt, ami minél színesebb rost összetételt alkot. Aztán van nagyon sok természetes módszer, amivel lehet kapni. Például a nagy dózisú vitaminokkal, ugye a C-vitamint, B-vitamint, én inkluzióba szoktam, ami D-vitamint injekcióban, E-vitamint inkább tablettában, K-vitamint is lehet injekcióban adni. A ásványokat, gyomeleneket kell pótolni, tehát leggyakrabban hiányzó nél allergiás folyamatnál a szemén, a cink, a magnézium. Ezeket ugye szoktuk vizsgálni, és akkor jobban tudja az ember, hogy miből kell adni és mennyit. Aztán az enzimek, amelyek lebontják ezeket a kóros, gyulladásos roncsokat, és vannak gyógynövények. Tehát például az ámor szekó, vagy a pikaó pletó, sokszor néhány tabletta bevétel után robbanás szerint megszünteti a szélrelátás történést, hogy a cisztus inkább, a bodorrózsa, az anamnóhúta, ez is két dél-amerikai gyógynövény, de itteniek közül is ugye a nagy sarán, kurkuma is hozzáférhető, de nem tipikus a magyar gyógynövény, de hozzáférhető, ezeket érdemes használni, és állítom, hogy vannak közöttük, ami működik, az van legalább olyan hatékony, mint az antihisztamin tabletták.
A parlagfű kivonata, ami Dalóczi Zobi gyártja, és nagyon sok minden tud róla. A parlagfűnek ugyanis lehet üldozírozni, és úgy előállítani, hogy az nem allergiát okoz, hanem allergiát szüntet. Aztán van a fizikális eljárások, ugye az előrégából, ez a mászszörnyékkel, az illóvörös inhalálás. Aztán van az akupunktúra, a lengvárterápia, amivel lehet szintén tüneteket csökkenteni, vagy a saját kezelés. Aztán van az én fajta sötét átadás mikroszkópiára, emberállnál, tehát kifejezett termékszor, ez a Rubenkér, Motakér, Petrakér, Portakér, Szánkombi, Utilin, és a homeopátiának nagyon sok terméke van, amit vagy személyre szabottam, vagy pedig a kiváltó ágyásra mérten hoznak létre, mozgódaki, izopátiás szervét. És hát ugye a vastagbél tisztítás az agyaiból járhatják és a bőr megnyugtatására. Ez a kolonhidroterápia, ehhez sokszor keverünk valamilyen hüladáscsökkentő anyagot, vagy probiotikumot, és egysorban ugyanígy tehát ezzel lehet fokozni. A vastagbél nagyon szorosan összefügg a járhatákkal és a bőrrel. Aztán a stresszcsökkentésnek nagyon nagy jelentősége van. Ugye az allergia sokszor akkor támad, amikor leginkább stresszes az illető, és nem tudja kezelni a stresszét. Jó, azt hiszem, hogy idő elszaladt, és az utolsó etapot ezt a mikéri terhegészséges életet tervezni, ezt majd máskor elmondom. A súly, a mozgás, a lalvás, az életfilozófia minden esetre haladt egész az egészséges élet tervezésekor. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Azon gondolkoztam, hogy mikor fogjuk már látni, ahogy Józsi barátom leírt egyre a COVID-19-2 a tankönyvekre, mikor kerül be így, hogy mit okozhat, de most már lassan ide kéne jutnunk, hogy erről is kéne tudni, hogy mi. A parlagfűről csak egy megjegyzés lenne, gyerekeknél figyelték meg, amikor kimennek Pestről a természetbe, a parlagfűről ott helyfelekre egész nap senki nem tüsztöl, nincsen semmi. Hazafelé jönnek a villamoson, és elkezd folyni az orr, és elkezd csöpögni minden, és jön az allergia. Ugyanis, ahogy te mondtad, az üzemanyagokban van olyan anyag, ami lebontja a parlagfű ütkel egészen, mint egy tüskecsoló. De van egy élő réteg rajta, ami még megjön, és ha belélegzem, megeszem, bármit csinál, nem okoz semmit. De ezt a élő réteget leoldja róla, az az üzemanyag, gáz mennyiség, ami benne van már egy nagy városban. Tehát így kell elképzelni, a parlagfű csodálatos dolog, úgyhogy azt mindenkinek ajánljuk, hogy legyen. És akkor következő előadás, Hokoncs.